Ott adottam? Bocs. Komolyan. Odakint felrobban néhány üzlet, aztán már meg kell szakítanom a játékot, félelmetes. Gyerünk, szarangy pajtás! Erről van szó. Nagy kár, hogy én voltam az, aki a nyomtodát. Nyomjuk le a tab billentyűt a kilépéshez. Parasztasszony, elesett szaranyda előcsatározó, elesett szaranyda veterán gyalogos, elesett. Nem baj, majd fölkelnek. Szaranyda íjász, lovas, hát gyalogos. Fegyveres. Veterán gyalogos. Nord harcos. Jó, több nordra lesz szükségem. Az egyszer ziher. És, ó, gyerek. Azt mondja, hogy ez 195, 95, 8, 21, 47, 195, 95, 95, 45, 31. Hát... 31, 47, 47, 87, 77, 90... Jó, ennyi, aztán most félreken nem fogunk összeveszni, baszki. Félelmetes, a város falak előtt kaptak el. Hát ennyit a közbiztonságról. Piacoljunk ismét. Nomád mellény és társai. Csirkehús. Plusz 8 a harci szellemhez, de nem vagyok érdekelt annyira a dolgban. Már is van 800 dénárunk, a kalmárnál pedig eladom a fűszert. És plusz 700. Lehet, hogy rövidesen össze fog gyűlni egy újabb üzletre a pénz, vagy akár valami fegyvert is vehetnék magamnak. Bár feltételezem, hogy ezt még hosszú távon nem fogom megtenni. Ha csak egy íjat nem vásárolok magamnak. Én a mondó vagyok, hogy dolgozzunk meg a pénzünkért, így van? Így van? Most úgyis olyan laufban vagyok. Akár szét is csaphatnám az ő arcukat is. Ha már ilyen készségesen közel jöttek hozzám. Gyertek föl, legyetek szívesek, nézzétek milyen szép látvány. Végre Valhára van két srádia, hogy fegyveresem, kettő szarani dalolvasom is. Ó. Hú, hát ez binalövés volt, kicsit följebb, így van. Nem mint hogyha sok értelme lenne, hiszen... tömbe vannak pajzsal, bocsánat. Páncéllal is, igen, de alapvetően a pajzsokra gondoltam. Tömbe vannak pajzsal ezek a majmok. De talán az elől haladókból egy-kettőt meg tudok bökni. Így gondoltam, igen. Hát ez pajzs... Ha! Hogy találtam el? Ó, fejbe! Bumba fejbe. Most megpróbálom a pajzsnak alá csűrni valahogy így van. Támadjunk, mert ez így nem lesz. Jó! Gyertek utánam, kicsit széthúzzuk a vonalat. Aha. Ezek rohadt távolsági fegyverek. Ó! Kicsit kisebb intenzitással lé... légy szíves. Kicsába. Na! Ezt nem is láttam, baszki, hogy itt van. Mekkora fatális hiba volt ez, gyerekek. Hát ilyet. Ezt nagyon becumtam volna, hogyha nem figyelek. Köszönöm szépen, kedves saját lovasom. Nem értettem, hogy... miért döglök ennyire. És mire észrevettem, hogy a másik oldalról támadnak. Hát ez csúnya volt. Nem baj, nem baj, majdnem pánik lett belőle, de végül túléltük a helyzetet. Nem sokan múlt mondjuk. Veterán gyalogos. Ők sebesültek, szarjuk le, 39 plusz 6. Még mindig úgy vagyok vele, hogy nem igazán éri meg nekem ezzel foglalkozni. Viszont ezek eladásával igen. Na, most már el tudunk indulni valamelyest. 29. A páncélok azok irreális áron vannak egyelőre. 43, 14, 3300... Elég komoly előrelépést jelentene a test páncélzatban. Mégis úgy vagyok vele, egyelőre. Egyelőre.
hogy nem fogok élni az ajánlattal. Így és kergíti. Így. Sőt, erre már nincs is szükségem. És van-e valami tisztességes nyílvesző, elhajlott páncéltörő nyíl, ezért ennyi pénzt nem fogok kiadni. Ráadásul ugye páncéltörő nyíl miatt lenne egy plusz 2-es vagy 3-as módosítója, az elhajlott ezt leveszi, tehát úgy néz ki, mint egy normál nyílvesző. Ráadásul kisebb kupac is. Nézd meg, gyakorlatilag ez olcsóbb és sokkal jobb. Nagy halom nyíl plusz 1-es sebzés érdekek, ez plusz 1, nem éri meg. Inkább azt fogom csinálni, hogy 318. Inkább azt fogom csinálni, hogy besétálok az utcákra. Szép jó reggelt, rűvacsegi polgárok. És megkeresem ezt a majom címmestert, amint... megtalálom, így van. Hello! Vásárolnék ezt-azt. Kapjad be a faszt! Jó, akkor keresek másik... másik város. Mondjuk mi? Tekintve a viszonyomat Merig a bolyárral? Hát baszki, most végeztem el egy... küldetés neki. Mi a csöcs? Milyen szépen artikuláltam, hogy csöcs. Wow. Jó, Merig a bolyár. Megkeresem ezt az embert. Nem erre gondoltam, bocsáss meg. Merig a bolyár. Alburk. Alburk, az az Istenben van. Messze? Relatíve messze, de én ráérőben vagyok. Anyád! Csak hatan. Hú, csak hatan vannak, jó van. Már egy pillanat erejéig megrémültem, hogy itt ezt most... ennek most alászaladtam. Ha együtt támadtak volna, akkor ez így is lett volna. Így azonban... Nem. Személyesen nem nagyon akarok csatába bocsátkozni. Tekintettel az életerőmre. Úgyhogy ezt most óvatosba fogom csinálni. Már amennyire tőlem telik, ugye? Sikeresen blokkoltam a lovasságomat. A lovat sikerült eltalálnom. De legalább nem a saját emberemet. Döntsétek már rá, hogy merre mentek. Ó, ezzel is elkésztem. Jó van, lényeg az, hogy nyertünk ismét. Örvendetes. Dobófejsze. Aha. Elviszem. És álljunk meg! Plusz 10. Wow. Inkább nem. Anyád, nem néz ki jól az a hely. Húzzunk innen a fenébe. Merig a bolyár, pont téged kereslek. Haverom, beszédem van veled. Minusz 2 szopac. Na. Már is jobban néz ki a történet. Hova? Kudan? Nem. Ne haragudjál, de nem. Sokkal inkább... Kürel. Menjünk Kürelbe. Vagy Szargót. Verseg. Menjünk el versegbe. És itt fogok alapítani egy új céhet, ha minden igaz. Hol találom a címestert? Talán idefent. Sőt, biztos, hogy idefent szálljunk alulról. Ő lesz az, így van. Wow. Hello. Verseg. Malom. 66 dénár, nem. Sörfőzde. 114 dénár. Eddig a sörfőzde vezet. 250 dénár, viszont nincs rá pénzem. Feltételezhetően ezekre sem lesz.
Aha. Olajprésház 38 dinár. Kimondottan nem gazdaságos. Kovács műhely. 48 dinár. Egyáltalán nem. Takács műhelyek esetleg. 28 dinár. Nagyon nem. Vászon. Oké, maradunk a sörfőzésnél. Távozunk, és nézzük meg, hogy mink van.